Üdvözlöm Önöket, a Miskolc Televízió híradóját látják, jönnek a részletek. Ingyenesen lehet parkolni hétfőtől az egész országban, így Miskolcon is. Az erről szóló kormányrendelet vasárnap jelent meg. Miskolc város vezetése azonban továbbra is arra kéri a lakosságot, hogyha tehetik, maradjanak otthon. A vírussal szembeni legnagyobb biztonságot még mindig ez jelenti. Az ingyenessé váló parkolás nagy anyagi kiesést jelent. A napokban hozott rendelkezések nehéz helyzetbe hozzák az önkormányzatokat. Simon Gábor szerint csaknem 1 milliárd forinttal rövidíti meg Miskolc város költségvetését járványügyi segítség címén. Két alapvető ilyen intézkedést dobtak fel az elmúlt napokban. Az egyik ugye a gépjárműadó elvétele, a másik pedig ugye a parkolásnak a megszüntetése. Ennek a kettőnek a kormányzati intézkedése az körülbelül az én véleményem szerint 1 milliárd forint negatívumot jelent az önkormányzatnál. Elkezdték a megállók fertőtlenítését Miskolcon. A tiszai pályaudvartól és Felső-Majlátról is elindult egy-egy takarító csapat szombat este. Ők a veszélyhelyzetre való tekintettel elsőként a villamos megállókat fertőtlenítették. A következő napokban a busz megállókat is fertőtlenítik. A városgazda a Miskolcon található csaknem 400 megálló járófelületeit és a peronokat, valamint a felépítmények műtárgyait, a padokat és korlátokat is takarítják. A fertőtlenítés várhatóan több munkanapot vesz majd igénybe. A jó idő nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül lehet hagyni a kijárási korlátozást. Ezt üzeni az operatív törzs is. A rendőrség 614 esetben intézkedett most hétvégén, mert a jó idő megérkezése miatt többen szegik meg a kijárási korlátozást. Most hétvégére is jó időt jósolnak a meteorológusok, ráadásul 4 napos ünnep is lesz. A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi és szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet megszegőit. Ennek összege 5000 és 500 ezer forint között lehet. Miskolcon a rendészek is ellenőrzik a kijárási korlátozás betartását. Az elmúlt héten elkészítették munkatársaim azt a szolgálati vezénylést, mi így hívjuk azt a munkarend meghatározást, ami a hétvégét is már tartalmazza. Tehát tudjuk előre, hogy hova figyeljünk oda kiránduló helyekre, akár Lilafüredre, akár a tapolcai részre, népkertre, parkokra, játszóterekre. És ugyanígy rendelkezésre állnak azok a munkatársak is, vagyis hát a beosztásuk megvan, akik az élelmiszervásárlásban, a segítő-támogató szolgálatban vesznek részt. Az ellenőrzésekről és az idősek segítéséről a teljes beszélgetést a ma este 6:30-kor kezdődő Miskolci naplóban láthatják. A lakáspiacon nem állt meg az élet, de alapvető változásokra lehet számítani a koronavírus járvány miatt, ezt mondta híradónknak a megkérdezett szakértő. Az ingatlan.com adatai szerint a kereslet csökken, a kínálat azonban bővült. Az árak pedig változhatnak a járványhelyzet miatt. Jelentős áresés a teljes piacon nem várható, ugyanakkor a korábbi évekhez képest sokkal gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. Nem kötném ezt az ingatlanoknak a tulajdonságához, hogy most csökkenni fog, vagy növekedni fog ebben az időszakban az ára. Ezt legtöbb esetben talán a tulajdonos dönti el. Az ingatlan szakértő azt az adatbázist mutatja, ahol az ingatlan árak változását követik. A szakértő szerint a piacon nem állt meg az élet, a koronavírus járvány miatt azonban alapvető változásokra kell számítani. Előtérbe helyeződtek a komoly célokkal rendelkező ingatlanvevők és vásárlók. Vannak ügyfelek és tulajdonosok, akik úgy gondolják, hogy megpróbálják kivárni ezt a krízis helyzetet és utána lépni ingatlan ügyben. Az ingatlan.com adatai szerint a kereslet az elmúlt hetekben visszaesett, de a kínálat bővült. A szakértők szerint jelentősebb árleszállítás nem várható a piacon, ugyanakkor gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. A márciusban bevezetett törlesztési moratórium, vagyis a hitelek törlesztésének befagyasztása pedig mentővet jelenthet azoknak a családoknak és cégeknek, amelyek átmeneti, fizetési problémával küzdenek. Ugye ezzel nem élnie kell, hanem ez automatikusan jár neki, csak ha nem kéri a hiteltörlesztésének a felfüggesztését, akkor van teendője.
hogyha teheti, tegye meg, nem tudjuk, meddig tart ez a járvány, és hogyha nem hiányzik ebből a családi kasszából ez az összeg, akkor tegye félre, mert nem tudni, hogy későbbiekben nem lesz rá nagyobb szükség. A szakértő szerint az ingatlanpiaci visszaesés csak átmeneti lesz, a veszélyhelyzet megszűnése után pedig a piac gyorsan magához tér majd. Maradj otthon, a király is itthon van. Különleges fényfestéssel üzent a diósgyőri vár népe a járvány idején. A vár már a koronavírus járvány miatti első intézkedések óta bezárta kapuit a látogatók előtt, de a kultúra, a történelem és a remény továbbra is ott él a vár népének szívében. Ezt vetítették a várfalra vasárnap este. A projektorokat állítgatta hétvégén a diósgyőri várban Gabitú. A tökéletes eredményért precíz munkára volt szükség. A fényfestéssel foglalkozó szakember önkéntes lett egy napra a várban. Saját kezével rajzolta azt a képet, ami napnyugta után beborította a Diósgyőr várát. A vár új ruháját a sötétség csalta elő, és nem csak azt üzente, hogy maradj otthon. Nem csak azt vetítettük ki a falra, hogy maradjanak otthon, hanem azt is, hogy a király is itthon van. Az ég felé mutató fénysugarak pedig arra utalnak, hogy a vár, mint a kultúra, a hagyományaink és örökségünk szimbólumaként reményre és kitartásra biztat, mi pedig arra biztatjuk a látogatóinkat, hogy találják meg az életükben a kultúra helyét és szerepét ebben a nehéz időszakban is, hiszen ez jót tesz a lelkünknek. Így festett a vár alig néhány hónapja. A koronavírus járvány előtti időkben mindig nyüzsgő várban, most nincsenek ehhez hasonló programok. A várnépe nagyon várja, hogy újra benépesüljön a hely, de a veszélyhelyzet idején sem hagyják magukra a látogatókat. A Diósgyőri várnak a közösségi oldalain felidézzük az elmúlt időszak legszebb, legemlékezetesebb pillanatait, és természetesen a vár népén keresztül Nagy Lajos király is üzenni fog nekünk, illetve vendégeinknek. A fényfestés egy út kezdetét jelezte a nehéz időkben. A remény, a kultúra és a történelem erejét mutatja. Azt, hogy ugyan most nehéz helyzetben van az egész ország, a kulturális intézmények zárva tartanak, a művészek otthonukban várják a szebb jövőt, de a kultúra mindig utat tör és megtalálja a helyét, legyen bármilyen válságos időszak. A következő napokban országszerte zavartalan lesz a napsütés, délután 18 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, ez azonban még nagyobb óvatosságra int, maradjanak otthon. Híradóval holnap is várjuk Önöket, vigyázzanak magukra, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!